Jól vagy? Jaj, ne haragudj, semmi közöm hozzá. Tényleg, bocsáss meg. Bocs. Nem vagyok jól. Hát igen, azt látom. De nagy a baj. Én vagyok a baj. Hogy gondolom, nyilván velem van a baj, hogy ha itt tartok, hogyha ezt csinálom, itt nem? Nem tudom, hogyha itt mosol? Nem. Ez itt az összes cuccom, a teljes ruhatáram. És komolyan mit árul ez el neked? Hogy nem, hogyha egy férfi kimossa a teljes ruhatárát. Költözöl? De most csak megláttam most itt ezt a köntöst, és ezt még a Luizától kaptam, még persze nagyon az elején is. És persze rohadt nagy rám, tudom, hülyeség, de ugye elkezdtem fogyózni. Ezt is miattam, mert úgy akartam. Jó, tényleg, bocs, hagyjuk. Menjél, te is mossál meg, én is mosok kicsit. De mi tört valami? Tehát, hogy Luisa volt a te... Hát azért mennyasszonyom volt, valamint, hogy még most is a mennyasszonyom, vagy nem adjuk, mindez ilyen formaság, de most én már nem kellek neki. Most már nem kellek neki, most már többé nem a Sanyi. És már Sanyi kell neki, a Sanyi, akinek tudom, tökéletes az arcszőrzete. A szakás Sanyi. Nekem ez a bajusznő, ezt is félig neveztettem, tudod. Az a rohadt arcszőrzet, nem tényleg. Csak. Most komolyan csinálják, ott vagyok abban a 25 négyzetméteres albérletben. Az iszók, azok szarok, nincs a mosógépem. Iszakák itt attól rettegek, hogy le fogok gurulni a galériát. Istenem, ne sírjál semmi. Nyugi, csak vegyél levegőket, jó? Csak lélegezz. Fújj a levegőt, lassan ki, vegyél egy nagy levegőt most. Ide is érezzem a levegőt. Aha, fújt ki. Jó, még egy nagyon. Jó, és jól esik. Megnyugodtál? Jól esik. Kicsit most jobb? Igen? Jó. És komolyan van bennem valami, amit tudna szeretni, egy lány? Nagy lelked van, és nem félsz kimutatni. Elkérdezem. És komolyan mire megyek fel, amikor mindenki kihasznál? Na, pontosan tudom, hogy miről beszélsz, engem is mindig kihasználna. Tudod, hányszor csaltak meg? 27-szer. De ennyiről tudok? Igen. Először, aki elvette a szüzességem, rá 20 percre, egy elsőssel. Na, ott elindultam egy lejtőn. Azóta nincs megállás. Annyira sajnálom. Nem a szemétség. De nem vagy olyan, ugye? Te nem csalnál meg egy nőt. Nem. Mert te ilyen gyengéd vagy, igaz? Te megóvsz. Meg én. Bocs, én nem tudom, hogy készen vagyok-e még erre. Készen vagy. Én látom. Baj van? Nem vagyok jó.
Segíthetek? Hagyjál békén! Ja, kösz. Bocs, nem neked szól. Ne sértődj meg, jó? Mi van? Mondom, nem akarok bunkó lenni, csak szarul vagyok. Ilyenkor lehet az ember egy paraszt, nem? De, persze, persze. Köszi. Faszom. Nem mosol? Ja, de igen. Bocs. Mit akarsz? Közöd? Mosok. Nem, nem jöhetsz fel. Nem otthon mosok, te barom! Egyébként se jöhetnél. Csá, ne keress. Te ilyen bamba pasi vagy? Ja, fú, most lehet, igen. Máskor nem? Máskor nem bociba tolod? Mi? De most nem tudom. Vicces vagy. Most igen. Az most jó? Hát, ezt még nem tudom. Az a srác, aki az előbb hívott, ő a barátod volt? Ja, a főnyeremény. Anyám tolta mindig ezt. Ez egy főnyeremény. Csak megcsalt. Szerinted akar valaki 23 évesen férjhez menni? Na, azóta azt tolja anyám, hogy azért csalt meg. Mert nem akartam hozzá menni. Nem akarok egyetemista feleség lenni, és megcsalnak. Logikus, én vagyok a hibás. Anyukádnál laksz? Nem. Barátnőmnél. Még 3 hétig leszem, meglátom. Beállaktam már mindenhol. Ez kemény lehet. Mi? Hagyjad meg. Most már valami jó fog jönni. Annyiszer után, tuti. Az egyébként tök jó, hogy így gondolod, hogy nem adod föl. Amúgy te most itt pesztrálsz? Mi? Te le akarsz fektetni. Dehogy. Nem. Nem, de csak meghallgatlak. Nem mond már, hogy ezt jó hallgatni. Neked dukatnékod van. Mi? Jó, nem baj, nekem is. De csak azért, mert mostanában túl sok a stressz. Elég szó kimondó vagy. Te meg vicces. Vicces, Maci. Dörmögsz itt éjjel a mosodába. Tényleg, mit csinálsz itt? Várod a magányos csajokat, mi? Nem tudom. Most valahogy azt érzem, hogy... Ez olyan, mintha eddig csak téged vártalak volna.
Fúj. Mi volt ez? Romantika? Erre még nem vagyok kész. De amúgy bírlak. Én is bírlak. Dúlja vagyok. Ne haragudj. Felejtsd el ezt, jó? Szállalmas vagyok. Most miért mondod ezt? Nem kéne emberek közé mennem. Elcseszek mindent. Soha lesz. Várj, azok vizesek azokat, még be kell. Jó lesz a... így. De a ruhaszárító... Ne haragudj. Thank you.